Kis diák,
Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Már hagyomány Betegyei Szabolcsot, Pirkány Jánost, Bodza Hajnalkát, Szompi Zsuzsannát, Csizmarit Zsuzsannát, Trinkál Csabát, Fekete Andreát, Varda Bélát, Horváth Lászlót, Johannis Gábor, Juhász András, Juhász Lajos, Munkácsi Ágnes, Nagy László, Nagy Péter, Novák Szilárdot, Pál András, Upor Abdolnát, Lévai Nórát, Lőrinc Gábort, Manti Grétát, Márton Csabát, Seregi Noémit, a 8. Z-osztályos tanuló szavazatát. Hogy mindegy. Nem igaz. Napod ezer parancsot ont, s ha nem igyekszel, lemaradsz. Úgy is semmi sem sikerül. Ha minden mindegy, célt nem érsz, csak úgy, ha küzdesz emberül. Győzni azt fog, ki tetre kész. De azt, hogy úgysem, azt sem mond. Csatát veszt, aki csügged, s a tett helyet csak könnyet ont. Az úgy. Jöjjös forrás, dúsége, a vas csúcs oly ragyogó, csak képzeld el és látod. Tárd ki a fénynek lelked, hogy te is felfedezhess minden csodálatos világot. Bye.
8 évvel ezelőtt ugyanint álltak, 8 évvel ezelőtt ugyanezen a hely, ugyanerről a helyről néztek szembe, csak akkor a jövendő osztálytársakról és az aggódó szülőkkel. Természetes dolog, nem tudták, mi vár rájuk, nem tudták, hogy hogy fog eltelni az a 8 év, amit itt majd el kell tölteni. Az is természetes volt, hogy az első fecskefarkak, az első csészaljak nem sikerültek. Az is igaz, hogy az összeadott számoknak nem az volt a végeredménye, ami a könyvben. És az is igaz, hogy azok a fránya magánhangzók és mással hangzók általában nem úgy szóltak, ahogy azok le voltak írva. De voltak szorgos tanárnénik, tanárbácsik, és a gyerekek gyarapodtak tudásban. Szeretetben és gondolkodásban, amit tudásra vetítve is megfogalmazhatunk, adtunk ezeknek a gyerekeknek. A csinálással a részós együttesünkkel bejárta az országot, és sorolhattam és sorba azokat a neveket, akiket itt reggel megtasoltunk, akiknek gratuláltunk. Köszönjük a gyerekeknek, köszönjük a felkészítő tanároknak, hogy ilyen tartalmasan és ilyen szépen töltötték el a 8 évet. 8 év telt el, és hogy egyet még kiemeljek, az, hogy 8-an tettek alapfokú nyelvvizsgát, és 8 tóvisnak adatok meg az, hogy sokkal könnyebb legyen a középfokú oktatási intézményekben magasabb szintű nyelvvizsgát tenni, és jutottak el addig, hogy a középiskolában nagyon nagy előnyel indulhatnak. Azt mondja a költő, te erőt lettetek, szépek, és tulajdonképpen már maga nagyok. A tegnap esti csodálatos ünnepséget azzal fejeztétek be, hogy kijött két gyerek, és a reklámtáblát fölmutatva azt a szlogent használta, hogy ez a műsor nem jöhetett volna létre. A tessék, mint a 8 éve. Kölcsei nagyon egyszerűen búcsúzik Kölcsei Kálmántól. Azt mondja, most pedig szeret egy gyermek Istenet. Egyszerű köszönet, egyszerű búcsúzás. Másképp én sem tudok búcsúzni. Én merész álmokat. Szeretem a nagy akarásokat, a mindig feljebb ülő szárnyakat. Szeretem a merész, nagy tetteket. Szeretem az embert, a hőst, ki vállalja tettét, s érte, ha kell, meghalni is kész. Amely bizony nem mindig volt zökkenőmentes. A szülői ház, a nyugalmat adó otthon biztosította számotokra a jövőt. 8 kemény év van mögöttetek,
amely tőletek is kitartó, küzdelmes, örömteli perceket követelt, aminek meg is lett az eredménye, hiszen számos iskolai és egyéb rendezvényeken, tanulmányi versenyeken kiváló eredményeket értetek el. Büszkék vagyunk a hetedikesek nevében sok erőt, egészséget és türelmet. Kívánom, hogy minden, amit el szeretnétek érni, sikerüljön. Ne felejtjétek, mi mindig visszavárunk benneteket. Útravalóul hadd idézem Arany János szavait. Legnagyobb cél pedig itt a földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Izgalommal léptük át az iskola kapuját, s kíváncsian várta a lakat, a tudomány várhat. Igaz építés közben egyetig a leesett, rossz felletek, dolgozatok. Most már sokszor nem a félé, hanem tépkezik lennek az ételkomotok, s bizony sokszor nem hálát, köszönetet kaptatok tőlünk, hanem bárányítást, szállítatást. Pedig belül nem ezt éreztük. Kérem, bocsássák meg nekünk sok csíptelésünket, bosszantásunkat, és maradjanak az együtt töltött legjobb pillanatok. Kedves hetedikesek, kívánjuk, hogy szerezzetek iskolának új érdemeket, öregítsétek kedves iskolát kívánjuk. És ne felejtjétek, ti vagytok a legidősebbek, nektek kell példát mutatnotok, és tegyétek azt jobban, mint mi tettünk. Úgy, ha indulunk, a szépek vagyunk akarjuk, és érezzük, hogy hitünknek szárnya van.
segíthetsz. Gyere hát, te is így kívánj igazi boldog éveket. Gyere hát, te is így kívánj igazi boldog éveket. Van erőd, hogy a földet átöled, van erőd, te is segíthetsz. Valahol ma is rettened, fenyeget oly sok gyermeket. Van erőd, hogy a földet átöled, van erőd, te is segíthetsz. Gyere hát, te is így kívánj.
nők hagyományaitok kívül két tanulók részesülőre is van. A 8. A-osztályból Somogyi Andrea. Andrea kedves, segítőkész, osztálytársai tisztelik, szeretik. Példamutató magatartású, tanulmányi eredménye kitűnő. Első versenyeredményét 4. osztályos korában nyerte mesemondásban. Felsős éveiben helyesírási, prózamondó, fizika, matematika, kémia versenyeken szerepelt eredményesen. Német nyelvből megyei első helyezést ért el. Májusban sikeres alapfokú német nyelvvizsgát tett. Tanulmányait a Debreceni Református Gimnáziumban folytatja. Sok sikert kívánok Andreának a további életében, és kívánjuk szüleinek is, legyen sok örülünk minket nekünkben. Gratulálok! Kívánjuk, hogy az elkövetkezendő években is legyenek szép sikerei. Kitartása, szorgalma maradjon ilyen töretlen. Szívből gratulálunk Sárikának és szüleinek. A kiemelkedő teljesítmény nyújtó növendékeink közül minden évben egy tanuló könyvjutalomban részesül, amit a Kereskedelmi és Hitelbank ajánlott el különdíjként. Ebben az évben e-díjat Albert Gabriella 8. osztályos tanuló kapja. Gabriella 3. osztályban lett iskolán tanulója. Kitűnő tanulmány eredményű és példamutató magatartású. Udvarias, segítőkész. Érdeklődése széles körű, tehetsége és szorgalma még nagyon szép és sikeres jövőt ígér. Felvételt nyert a Nagyecsedi Bátori István Református Gimnáziumban. Kívánjuk, hogy céltudatossága, szorgalma vezesse és segítse minden nehézségen át. Gratulálunk Gabikának és szüleinek! Tanulóinkat minden évben jutalmazunk valamilyen tevékenységükért. Kitűnő tanulmányi eredményért tiszólevelet, könyvjutalmat és tantestületi dicséretet kapnak a következő tanulók. Somogyi Andrea, 8. A-osztályos. Albert Gabriella, 8. C-osztályos. Apáti Anita, 8. C-osztályos. Herceg Krisztina, 8. C-osztályos. Lévai Zóra, 8. Z-osztályos. Sereki Noémi, 8. Z-osztályos. Sé
Sértő Radics Szabolta, 8. félosztályos tanuló. Kitűnő tanulmányi eredményért diszoklevelet és könyvjutalmat vehet át Károly Réka, 8. félosztályos tanuló. Példamutató magatartásáért és szorgalmáért könyvjutalomban részesül Lőrinc Gábor, 8. C-osztályos tanuló. És Márton Csaba, 8. C-osztályos tanuló. Példamutató magatartásáért és szorgalmáért és kulturális munkájáért Szabó Edith, 8. C-osztályos tanuló. Példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért Munkácsi Ágnes, 8. C-osztályos tanuló. Példamutató szorgalmáért Hivatal Brigitta, 8. C-osztályos tanuló. Közösségi munkájukért Bodza Hajnalka, 8. A-osztályos, Bab Brigitta, 8. A-osztályos, Tukacs Gergely, 8. A-osztályos, Garda Béla, 8. A-osztályos, Tóth Ildikó, 8. B-osztályos, Szörös Éva, 8. C-osztályos. Közösségi munkájáért és sporttevékenységért könyvjutalomban részesül Horváth László, 8. A-osztályos tanuló. Kulturális munkájáért Szűcs Edina, 8. D-osztályos tanuló. Kulturális munkájáért és hangszeres tevékenységéért Trinkán Csaba, 8. A-osztályos tanuló. Sporttevékenységéért Nagy László, 8. A. András, 8. A-osztályos. Márti Gréta, 8. C-osztályos tanuló, aki az országos döntőben 12. helyezést ért el. Hangszeres tevékenységükért könyvjutalomban részesülnek Károly Réka, 8. D-osztályos, Evedő van szakmai eredményéért. Herceg Krisztina, 8. D-osztályos, a Evedő van szakmai eredményéért. Seregi Noémi, 8. C-osztályos, Szomorra Tanszakon elég eredményéért.
8. osztályos zongora tanszakonerét eredményéért. Szegedi Judit, 8. osztályos zongora tanszakonerét eredményéért. Gratulálok mindenkinek, egy pedagógusunknak és növendékünknek egyaránt. Engedjék meg, kedves vendégek, hát a számú óvoda dolgozói. Kérem, énekeljük el a kórusot. Tiszteletadom.